A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban. 7 óra 17 perc, a stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre. És a kedves hallgatók, akik valószínűleg küldenek nekünk a 0630-2010-909-re közlekedési infókat is. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Baleset van a Nagyszőlős utcában kifelé, a felüljáró előtt a külső sávban, úgyhogy ott biztos, hogy torlódásra kell számítani, és az útinform híreit nézve, és van fennakadás, erősödik a forgalom az M3-as autópályán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, az 51-es főúton Dunaharasztinál, a 31-esen Mende térségében, a 10-es főúton pedig a Solymári körforgalomtól. Dabasnál az 5-ösön több jármű karambolózott, lezárták a főútat, a forgalmat, a rendőrök irányítják a 46-os kilométernél. És van még baleset Szeged felé az M5-ös autópályán, a 43-as kilométernél, ott a külső és a leállóságot is lezárták. Hallgató írja, hogy a Nagyszőlősi végén a pálya előtt a belső sávban baleset, hát ez az kicsi torlódás, az ugyanez, igen. Nagyszőlősi úton. Kifelé, pont amielőtt rákanyarodnál a budaörsi kivezetőre, ott a benzinkút mellett közvetlenül, úgyhogy az eleve egy ilyen kicsit dugulósabb szakasz. Mindenképpen érdemes kerülni, hogyha tudtok. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Mielőtt jönnek a budapesti hírek, én hadd köszönjem meg a kedves hallgatóknak a biztató üzeneteket, illetve azt, hogy a legtöbben, még ha egyébként érdekes módon majdnem egyenlő arányban oszlik meg azoknak a száma, akik jót szórakoztak a cívódásunkkor, illetve akiket halálosan idegesített, de hogy még az utóbbi kategóriában is rendkívül szellemes üzenetekkel fejezték ki ezt, és ezt szeretném csak megköszönni. Hát ez egy Muppet Show, van például, amikor ilyen, amikor összemorgolódnak itt a... Ez a kedvencem, jó reggelt, urak! Ha a 2,5 percnyi értelmetlen cívódást szeretnék, akkor megkérdezem a feleségemet, hogy hogy van. Nagyon jó, ezt a számot elmentettem, és a kedves hallgatónk örökre le lesz kötelezve. Na, szóval az elszálló rezsijárak miatt több budapesti moziban hét elején nem lesz vetítés novembertől. Három moziát a magas energiárak miatt zárva tartja novembertől a Budapest Film. A Corvin november 3-tól, a Toldi és a Puskin pedig november 17-től áll át az új kísérleti nyitvatartási rendre. Hát ez a kísérleti nyitvatartási rend, mint a különleges hadművelet kb. A Nagykörúton található művészmozit nem érinti egyelőre az intézkedés, ott továbbra is tartanak vetítéseket hétfőn és kedden is. Elmondta Liszka Tamás vezérigazgató, hogy hát ugye az energiaszámlák az eddigi 8-10-szeresére nőnek, ennek 25%-át szeretnék megspórolni az új nyitvatartási renddel. Rezsimenedék klubokat hoznak létre több helyen is Budapesten, a nyugdíjas klubokban. Ugye ez csak DK-s dolog, mert itt elvesztettem a fonalat, mert kerületenként is jöttek az infok, de úgy tűnik, hogy ezt... Ebből azért valamilyen szinten pártpolitikát is csinálnak. Mindig csinálnak mindenből pártpolitikát, de azért ettől független nül, ugye ez egy olyan dolog, ami nagyon sok mindenkit érint, úgyhogy... Persze én értem, csak hogyha mondjuk így egy szélesebb körben van, és nem teszik hozzá, hogy mi ezt DK-sok megbeszéltünk, akkor azért úgy az embernek talán pozitívabb érzései
vannak, mint hogyha erről is van. Az jön le, hogy na hát ebből is akarunk egy, azért valahol egy kis népszerűséget csiholni. 100%-ig igazad van, akarnak is csiholni természetesen. Minden esetre a probléma, amire választ ad, az egy valós probléma. Ezt kétségkívül így van. Nek el kell dönteni, hogy ilyen számlák mellett fűt vagy eszik. Úgyhogy erre alakult ez. Biztos, hogy lesz még több ilyen kerület is, ahol valamit kitalálnak erre. Még jött egy közlekedési info, az M3-as forgalma nem csak erősödik az M0-as csomóponttól, hanem konkrétan beállt, ez most érkezett. Oké. Két hitpillért is megfestettek a Szerémi úton, az állatokért harcoló szuperhős és a láthatatlanná váló lány képeit. Jók ezek a festések egyébként szerintem, ezt színesebbé teszik az egyébként is telegrafitizett részeket. A színes városcsoport missziójaként egy kicsit így színesítik a budapesti városképet, úgyhogy ez a színes városcsoport és a Budapest Brand 2022-t idén májusban hirdettek egy közös művészeti pályázatot, hétköznapi istennők, nők, lányok a mindennapokban címmel, kettő korcsoportban, és ezek különböző általános iskolás gyerekek vehettek ezen részt. A rajzpályázat keretében lehetőségük nyílt arra, hogy megmutassák, hogy mit látnak a mindennapokban, és hogyha tehetnék, akkor milyen szupererővel ruháznák fel valamelyik általuk kedvelt személyt, aki fontos szerepet játszik az életükben. Ezeket tükrözik vissza ezek a színes falfestések, amiket láthatunk most már több helyen Budapesten. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Következzen egy zene.